Sziasztok, Sastas vagyok, és visszatértem egy kicsit hosszabb szünetről. Történtek dolgok, mindegy, ne ebbe menjünk bele. Most lulozni fogunk, mint láthatjátok ezt a kijelzőn. Szerintem kezdjünk is neki, normál játékot fogok menni, semmiféle csicsa, nem rankedezek, mert ahhoz koncentrálni kell, és ha koncentrálok, akkor nem nagyon tudok a ját, tehát akkor nem tudok rátok figyelni. A rólokért nem fogok versenyezni, szépen lassan. Ő azt mondja, hogy Phil. Én azt mondom, hogy ADC Pref. Ha valaki insta lokkolni akar, akkor lokkoljon. Nem akar sem. A szerencse sem az ostobákat segíti. Úgyhogy ezt el is kezdjük. Szóval, volt itt egy kis probléma, igazából ezt a videót már rögzítettem egyszer, mármint rögzítettem. Az volt a baj, hogy baj. Az UBS-t most próbáltam ki, és voltak vele ilyen kezdetleges problémáik, nem vette a hangot, nem vette a képet, vette a hangot, de kép nem volt. Mindegy, megoldottam elvileg. Úgyhogy ha minden jól megy, ez a videó lesz az első UBS videó. Ennek több oka van egyébként. Eladtam az Avermedia felvevőkártyámat még tavasszal, nyár elején. Egy barátomnak, mindegy, ismerem, akinek eladtam, és majd szeretnék venni egy jobb kártyát, viszont az Avermedia különböző szempontok miatt számomra hanyagolós. Jó, meg minden, meg lehet vele mindent oldani, viszont vannak olyan betegségei, amit más streamer eszközök áthidalnak, vagy képesek áthidalni. Konkrétan egyébként az Elgato HD60-as felvevőeszközről beszélek. Most erre gyűjtök pénzt, illetve gyűjtök pénzt, ezt ilyen idézőjelben gyűjtök pénzt, mert nem úgy gyűjtök pénzt, hogy így kéregetek, hanem így a sajátomat gyűjtöm rá, és HD60. Igazából ez azt jelenti, hogy 60 FPS-sel tud venni, de hát Magyarországon az ár is 60 ezer forint, és most egy kicsit más projektben vagyok benne, ahova hát hasonló, sőt több, sokkal több összeget fogok elkölteni, és most erre nincs 60 ezer forintom. Arról a projektről egyébként majd lesz videó a csatornán, nagyon érdekes, nekem nagyon tetszik. Nem játékkal kapcsolatos, sőt az informatikával is csak ilyen érintőleges viszonyban van. De jó lesz. Csak egy ilyen kis kezd csinálom. Többet nem is mondok róla, mert végén még felcsigázlak titeket. Bocsánat, kicsit meg vagyok fázva, úgyhogy piszkálom az orromat. Meg közben kakaózok. Ja. Szóval ez a helyzet, úgyhogy most OBS-sel veszek. Ha minden igaz, akkor lesz, tehát ez működni is fog. Aztán vagy nem. Csapatfelállás annyira nem gáz, felül vagyunk, az teljesen mindegy. Kivel vagyok? Szorakával? Hát akkor ide inkább vonapotot veszek. Miss Fortune-nel úgyis mindig kimanázok. 40 mana egy ilyen, ott van 200 manánk. És elég gyorsan ki lehet pörgetni. Úgyhogy, ja. Remélem a szarakánk az jó. Fogja végezni a dolgát. És akkor nem lesz ilyen probléma. Ilyen Elgato-ról beszéltem. Ja igen, nullos videó elméletileg ez lesz az első csatornán. Vagy nem. Nem tudom. Talán. Megmondom őszintén, nagyon régen
néztem a saját videóimat utoljára, és nem emlékszem már mik vannak kint. Ezután határozottan tudni fogom, hogy van kint lolos videó. Ja. Nem probléma. Gyorsan vardolunk, ott egy Ari. Ari is vardol. Vigyázz a szádra, kölyök, vagy otthon fogsz újraéledni. Játszunk ki a support brand, hát az vagy sebb, ez vagy stano, úgyhogy... Idéző. Ja, na jó, a szorakánk is felébredt, úgyhogy teljesen jó. Remek. Szóval ezt a videót határozottan nem fogunk végigbeszélni, mert tehát játék közben annyira erre nem tudok figyelni, meg itt inkább a játék, ami érdekes. Azt nem tudom, hogy az egérkattingatások, billentyűnyomogatások, szuszogásom mennyire... Elég a szuszogásom nem fog belehallatszani, viszont ilyen különböző reach-retch az bejöhet sajnos. Ez most egy olyan dolog, hogy... Ez hangos lesz nektek ez a játék, hogy el átállítom. Tehát jelenleg hát ebbe a mikrofonba beszélek, ami azt eredményezi, hogy... ne agresszív Kojinx. Hogy ugye, ha bármikor hozzám ér maga a mikrofon, akkor az ilyen recsenést okoz. Vagy te Jinx, te... akkor megharaplak. Na, sicc. Megpróbálom. Szia, Jinx! Jó. Kell egy kis CC. Tudom, hogy nem ezt szoktuk Miss Focsának húzni, hanem ugye a dupla V-t másodiknak. Viszont ide ez ellen a... Jinx ellen kelleni fog. Elég agresszívek. A brand is. Egyébként meglepően agresszív. Egy Brent-től ez annyira nem számít, de... Na mindegy. Oké. Okay. Áú, egy far minusz. Na, megy már. Little Jinx. Hoppa, egy kis lag. És ez internet lag volt, úgyhogy nem is a felvétel befolyásolta. Jó, ezeket elijesztettük. Hogyha a szorakán van ez a lépint, akkor nem tudok menni. Kapott egy lövést, és meg egy kis sebzést. Egy már. Az a személy damage. Nem káromkodunk, nem káromkodunk. Hello, berende. Szoroka, ne hírálj el az összes mindeneddel engem. Lag, 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 lag. Na, gyerekek, ilyenkor mi van? Ilyenkor van az, hogy szivat az internet szolgáltató.
hop, minionok, minionok. Áááá. Ügyes a Link. Nem éri utol, de utol éri. Na srácok, és ilyenek miatt nem öltük meg mind a kettőt, azt láttátok? Így csak vidd a farmot. Csak vidd a farmot, tényleg. Mit vegyek? Jó, ott kijött egy flash, az jó, kanó flash. Ez kell, ez is kell. És jövünk vissza erre. Vicces módon egyébként soha nem volt még ilyen netlagom eddig. Most nyilván, hogy fontos lenne, mármint ugye felvétel, nyilván az fontos. Nem mintha egy normál játék nem lenne fontos, de értek. Egyébként az, hogy nem a kamerába beszélek, ez bocsássátok meg nekem, de valahogy kényelmesebb a kamera mellé nézni. Van egy ilyen felület, amit lehet bambulni, és az nagyon szép és kényelmes. Mit vett a Jinx? Ups, ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó. Ez itt nem jó. Francba. Ügyes. Ügyes. Van egy Jink, akit szétfidelünk. És megdicsérjük, hogy legalább ő tud játszani ezzel a játékkal, ha már én nem. Jó előérzetem van. Nem költöm el az aranyomat, hanem meg összevárom az Kain kardra. Azért jó, mert lesz sebzésem. Remélem, bármint aki ezt a videót nézni fogja, akkor csak úgy szólok, hogy ez nem egy ilyen magyarázó videó lesz, tehát nem fogom elmondani, hogy mit, hogyan, miért, hogy mit csinálok, csak játszani fogok. És nem megy. Don't worry. De worry-zek, ugyanis azt a Jinx-et, ha megnézem, az elég... elég gázos lesz később, sőt, hát most elviszik azt a tornyot. Mivel a csogat, hát a csogat topon. Oké, van damage-ünk. Most mivel leultiztam őket, ezért kaptam assistot is.
Jó, és akkor az... Missy az Arit. Meg két szinten nagyobb, mint én. Meg négyel, mint a Soraka. Kemény. Olyan sunk, az kemény. Az ott egy érdekes volt. Vagy egy kis aranyat tudom. Néha megy ez. Néha. Hát a formulás viszont nem. De... engem... visszafele elkapott a golyó. Ez a csodás arckifejezés, ez nem tettem volna lehetővé. Lehetővé igazából egyértelművé tette, de ilyen apróságok nem akarok fent, mert még a végén elhinnétek, hogy tudok beszélni. És úgy köszönöm, hogy visszacsúszik, így van. Én attól elfordulnék. Ennyi. Mondjuk, hogy a múlva az már egy másik kérdés. A lényt. Mastering meg carryzi a gémet. Helyettük. Már... tudom, mit csinálok. Én ha jassú lennék, vigyáznék magamra. Idéző. Jön a Sari. Köszönjük! Tényleg. Tudom, mit csinálok. Thank you.
oda megyek. Az első képes is elviszi azt a tornyunkat. Jó, ez a jósú nem viszi el azt a tornyunkat. De ezért imádom Miss Fortune-t, a passzív mozgási sebessége. Ízveszejtő. Na figyelj, Jasú, itt egy meglepetés. Gyorsabban tudok, mint te, és... Ez bizony nem védi le a pajzsod. Feszültes Eugene. Kell egy kis CC. Ezt a tornyot. Egyébként remélem csak a fél fejem lóg ki a kamerából. Nem tudom, hogy van beállítva, de szerintem egyébként így láttok rendesen. De végül is csak feltűnt. Jött egy pár flash, pár ulti. Volt itt minden. Vegyünk egy kis kritikál sebzést. Kritikál sebzést? Kritikus csapási esélyt. Hogy a hivatalos fordítást magyarázzam. Az a jí. Hát jí, azt nem veszem. Sebzése viszont van. Én nem szórakozom ezzel a jível. Jasóval nem szeretnék face-checkelni. Aha! Mondjuk két ütés fél HP, az tisztességes. Nem kellett volna meghalni. Kell egy kis lifesteal, azaz életlopás. Érdekes buildet hoz egyébként, hogy én nem ezt szoktam neki. Ha miért az a torony a tűzőt. Ott. Ah, csugat, please. A csugatok megölte az, ahogy közel ment hozzá. Nem kéne az elét erősítgetni. Már itt vagyok, srácok, Nyubi. Relax van. Feladták.
Ez egy szép játék volt, mondjuk nem én hoztam le a játékot, de mindegy. Nos, ennyi lett volna ez a League of Legends test videócska. 21 percnél feladni egy meccset. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha bármi kérdésetek van, dobjatok egy kommentet alulra, sőt, akkor is dobjatok egy kommentet alulra, hogyha szeretnétek még lolos tartalmat látni, vagy a teljesítményemmel, helyzetfelismerésemmel kapcsolatban bármi kérdésetek van, erről a mutogatásról le kéne szoknom, de olyan jó. Na mindegy, köszönöm szépen a figyelmet, én Sastas voltam, sziasztok!